Kaposváron pedig motoros utcai harcosok versenyeztek. Az Angliából indult őrület sztárvendége egy skót versenyző volt, aki több kategóriában is világcsúcstartó. A kétkerekű Street Fighterek kaposvári versenyének sztárvendége az Európa bajnok Kevin Carmichael volt. A 34 éves skót tartja az első keréken motorozás világcsúcsát, 163 métert tud így menni leállított motorral. A világ legizgalmasabb dolgát csinálom, ami állandóan tele van új kihívásokkal, vélekedik Kevin. Bemutatóján az egyik ámulatból a másikba estek a nézők. Egy keréken elengedett kormánnyal csak ő tud motorozni. Magyarországon csak nem 20 profi versenyző űzi az utcai harcnak ezt a különleges változatát. 99-ben volt az első Street Fighter verseny az országban. Azóta mind a nevezőknek a száma és mind a gyakorlatok nehézségi foka nagyon ugrásszerűen fejlődik. A versenyen 5 tagú zsűri pontoz, a kötelező elemek mellett a rutint, a tartalmat és a show jelleget is értékelik. Az indulóknak 8 percük van gyakorlatuk bemutatására. A magyar bajnokság első futama volt a mostani kaposvári, ezt a nyár folyamán még további 3 követi.